Mencsik János klíma- és energiaügyi államtitkár az energiahatékonyságot célzó támogatások mellett a fehérvári projektzáró rendezvényen arról is beszélt, hogy az új távhőrendelet módosításának eredményeként 1 milliárdot meghaladó ártámogatáshoz juthat Székesfehérvár. Székesfehérvár esetében a termelés és a szolgáltatás együttesen mintegy 1,4 milliárd forinttal jut nagyobb támogatáshoz, és ez számításaink szerint fogja biztosítani a biztonságos üzemmenetet a fűtési időszak végéig. Égi Tamás alpolgármester üdvözölte az államtitkár bejelentését, hiszen így amellett, hogy a távhődíjak nem emelkednek, a szolgáltató és a termelő vesztesége is nagy mértékben csökkenthető. Alapot nyújt arra, hogy az önkormányzat és vállalatai nem hatalmas veszteséggel, hanem akár nullszaldó körül is tudják a távhőt szolgáltatni. Ez Székesfehérváron azért is nagyon fontos, mert Székesfehérváron az intézményeken kívül 22.500 lakás vár a megfizethető távhőre, és így ebben az évben és ebben a fűtési szezonban egy jó hírt tudunk mondani, árváltozásra nem fog sor kerülni. Fóna Csaba a Széphő vezérigazgatója azt is elmondta, a beruházás összköltsége mintegy 150 millió forintot tesz ki, melyhez 75 milliós forrást a pályázati lehetőség biztosított. Ez a munkálat gyakorlatilag 562 nyílászáró cserét jelentett, teljes külső szigetelést, födém szigetelést és egy nagyon fontos gázbázisú abszorciós hőszivattyút, mint a gépészet teljes megújítás. Az épület nem csak energetikai szempontból, de megjelenésében is megújult.